Nem ez volt az első leszállása ennek az új magyar katonai szállító repülőnek a kecskeméti betonon, ugyanis 2024 áprilisában több mint két hetet töltött el itt a gép a kecskeméti bázison, ami egyébként akár 26 tonna hasznos terhet is képes szállítani. Többek között erről is fogunk beszélgetni vendégemmel, Popeják Péter alezredes úrral. Milyen feladatokat képes ellátni ez a gép? Jó napot kívánok! Ez a repülőgép alapvetően szállítási feladatokra lett tervezve, személyek, illetve terhek szállítására, ejtőernyősök, illetve terhek ejtőernyővel történő célba juttatásához, amiben különbözik egy átlagos szállítórepülőgéptől az, hogy légiutántöltésre is alkalmas, illetve maga a repülőgép is légiután tölthető, tehát ezáltal növelhető az saját hatótávolsága. Például, hogyha egészségügyi probléma áll fönn, ugye arra is nagyon hasznos a KC-390-es. Igen, természetesen sebesültek szállítására is alkalmas. 70 fő sérült, illetve 4 fő intenzív hordágyon történő szállítására is alkalmas. Alezredes úr is fogja egyébként vezetni majd ezt a repülőt. Miben más, miben jobb ezt a gépet kezelni? Én eredetileg AN-26-oson kezdtem a szállítórepülő karrieremet, ami egy nagyon jó katonai szállítórepülőgép volt, de még a 60-as években tervezték. Ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy ég és föld. Itt már minden digitális, rengeteg számítógép segíti a repülőgép vezetőnek a munkáját. Sokkal könnyebb vezetni ezt a repülőgépet, mint korábban volt. Emeljünk ki pár olyan paramétert, ami mindenféleképpen különleges kiugró. Viszonylag ritka a kategória ebben a repülőgép kategóriában, hogy sugárhajtóművel van felszerelve a repülőgép. Ez azt jelenti, hogy igen nagy sebességgel rendelkezik, 800 km per órával és 10.800 méteres maximális repülési magassággal bír a repülőgép. 80 katona szállítására alkalmas, 70 sebesült, mint ahogy az már elhangzott korábban, illetve 60 felszerelt ejtőernyős képes szállítani. Az, aki vezeti a gépet, vagy esetleg egyáltalán a repülő közelébe kerül annak, van-e szüksége bármiféle átképzésre? Természetesen, mint minden típusnál, ennél is szükség van egy típusátképzésre. Ez alapvetően másfél hónap, jelenleg Brazíliában zajlik a típusra tervezett személyzeteknek az átképzése. Alezredes úrnak köszönöm szépen az interjút. Kedves nézőink, a KC-390-eshez hasonló képességekkel a magyar légierő eddig nem rendelkezett, tehát mindenféleképpen egy mérföldkőhöz érkezett a magyar légierő, ugyanúgy, mint amikor a harci repülőgépek esetében történt a Gripenek érkezésével.